reggeli a piacon. Meg volt a gyors reggeli. Ma megint a három gyerkőccel fogjuk tölteni a délelőttöt. Egy kicsit kihívás, mivel hogy esik odakint az eső, úgyhogy nagyon kinti dolgot nem tudunk csinálni, csak bentit. Szia, Odák! Szia! Azt kell mondjam, hogy nem annyira tökéletes az idő a kintlétre, de azért annyira nem is rossz. Olyan idő van, hogy egy kicsit megáztatta az eső a földet, nincs por. A madarak csicseregnek, fázni nem fázok. Hát sikerült elázzunk. Azért beszélek ilyen halkan, mert Sophie még mindig alszik, és nem akarom, hogy felébredjen. Hogy ne fázzunk meg, iszunk egy gyors teát. Nem kávét, teát. Pedig a gyerekek itt el vannak, hogy és tök jó, mert itt van egy játszósarok bent a kávézóba. Sophie tanulmányozza a mozi műsort. Igaz? Vége van a délelőtti babysitterkedésnek. Úgy gondolom, hogy most már ideje dolgozni. Nem is vesztegetem tovább az időt, találkozunk az irodába. Egyébként ez a mai időjárás az katasztrofális. Egyik pillanatban szakad az eső, mint most. Utána 2-3 óra hosszáig azt hiszed, hogy újra visszajön a nyár, aztán megint esik az eső. Kicsit sok a cuccom. Másképp nem tudnám felvinni, csak hogyha magamra öltem ezt a nagyítós szerkentyűt. Nem tudom, hogy mennyire fognak nézni hülyének egy kamerával a kezembe, ezzel a fejemen. Szerintem egy 10-es skálán egy jó erős 10-est adnának érte. Annyira nem is volt vészes. Hogy minek ez itt a fejemben, majd mindjárt elmondom. Csak ki kell is jól rajtok. Szóval, hogy minek ez a nagyító. Az egyik ismerősem megkért rá, hogy kukancsak bele az iPhone-jába, mivel most volt szerelőn és a szerelő nem tudta megcsinálni. Na már nem azért, mert én meg tudom csinálni, illetve nem tudom, hogy meg tudom csinálni, de én szeretek ilyen dolgokba belelesni, azért, hogy képbe legyek, hogy mi is a helyzet. Ez egy iPhone 6, sima 6-os, ebben fogok belekukkantani, de ezt majd egy picit később fogom elkövetni, mivel így a délelőtt ez így elment, és nem csináltam még munkaügyileg. Nem tudom, hogy mennyire látszik, de konkrétan most leragad a szemem. De ki kéne támasszam egy fukiszkálóval, vagy egy gyufával. Nem tudtam 100%-osan, hogy mi a probléma ezzel az iPhone-nal, de gyorsan rájöttem, mikor bekapcsoltam, belepróbáltam rakni a SIM-kártyát, és nem találja a hálózatot. Úgyhogy valami olyasmi problémára gondolok én, hogy ott a SIM-kártya környékén valami... Szedjük szét és nézzük meg, hogy mi a helyzet oda bent. Így néz ki az iPhone-nak a belseje, egészen pontosan, ujjaj, nem tudom, ez itt a rész, nem tudom, hogy mennyire látszik. Itt az ujjamnál itt van egy panel, ami teljesen meg van égve. Szóval így néz ki az iPhone 6-os belülről. Ez a legnagyobb része, ez az akkumulátor, és itt látható ez az egész nagy, ez az alaplap. Na most, ha jobban megnézzük, akkor itt van ez a két chip, vagy valami, akkor az egyik közülük az ilyen barnás színű, ami azt jelenti, hogy picit túl volt hevülve, és az is lehet, hogy kiégett, és ez véget nem érzékeli a SIM-kártyát. Hogy házilag nem szabad ezt az ilyen telefonokat, illetve semmilyen telefont, bármilyen okostelefont nem szabad házilag kinyitogatni, mert ennyi-bennyi, elvesztitek a garanciát, és akkor... Most feljöttünk a főtérre picit sétálni, így a nap végére.
Jé, nézzétek már! Elindították a szökőkutat. De jó! Ennyi lett volna a mai vlog, köszönöm szépen az időtöket, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ahogy az nem kász, hogy mindig ugyanezt mondom. Már lehet, hogy én kezdem kicsit tudni. Találkozunk holnap. Sziasztok! Ja, az új nézők, ha most látod a vlogot először, akkor ne felejts el feliratkozni. Miután visszamenőleg megnéztél pár videót, van belőle 103.